Tisztelt Hölgyeim és Uraim, államtitkár úr, elnök úr, kedves vendéglátóink, szeretettel köszöntök mindenkit a mai fontos alkalmon, amikor egy jelentős beruházást fogunk átadni. Köszönöm a meghívást, köszönöm Szélesi Zoltán úrnak, családtagjának, munkatársainak a meghívást, és köszönöm V. Németh államtitkárónak az invitálást, Államtitkár a kedves barátommal. Évek óta dolgozunk együtt azért, hogy ilyen és hasonló fejlesztések valósuljanak meg a magyar falvakban, a magyar vidéken. Ezért is külön öröm számomra az, hogy most egy olyan vágópont és feldolgozó beruházás valósul meg, amelynek a bekerülési költsége több mint 66 millió forint, amelyet itt láthatunk, hogy egy korszerű a 21. századnak megfelelő létesítmény, és amely által munkahelyek jönnek létre, késztermékek, jó ízű magyar élelmiszerek kerülhetnek a polcokra, kerülhetnek a konyhákba, az asztalokra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az a pályázat, amely lehetővé tette, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon és jó néhány más beruházás is elkészüljön, Abból a filozófiai elgondolásból született, hogy minél több magyar gazdának, termelőnek kell biztosítani azt, hogy ne csak alapanyagot, gabonát, élőállatot, hanem minél több kézterméket tudjon forgalmazni, közvetlenül tudjon kapcsolatba kerülni a vásárlókkal, és így minél nagyobb jövedelem maradjon a gazdáknál, minél többen les, többek nyerjenek így megélhetést a mezőgazdaságból és a hozzá közvetlenül kapcsolódó feldolgozásból. Egy tanulságos adat az, hogy 2010-ben, amikor a Nemzetügyek kormánya megalakult, összesen 13 vágópont működött az országban. Tehát megyényi területeken nem volt hasonló létesítmény, jelenleg 38 működik, és ez a 39-dik, amelyet átadunk, tehát meg háromszorozódott a vágópontok száma, és még jó néhány beruházás van folyamatban, néhány hónapon belül ez a szám lényegesen fog növekedni. Tanulságos dolog ez, hiszen látszik, hogy korábban nem volt igazán komoly kormányzati szempont az, hogy a gazdák tudjanak közvetlenül élmiszert előállítani, termelni. Nekünk az a filozófiánk, hogy helybe, amit lehet, -e, azt kéztermékké dolgozzuk fel, így elláthatóak a környező üzletek, a különböző étkeztetők, gyermekétkeztetés például szociális, otthonok étkezdéi, a szállodák, a vendéglátás számára is fontos lehetőség az, hogy friss áruhoz jutnak innen helyből, nem kell utaztatni a jószágot száz kilométerekre, utána pedig visszahozni, szennyezve a környezetet, igénybe véve a utakat, azt az ennivalót, amit itt helyben is elő lehet állítani. A vágóhidakra, illetve a vágópontokra vonatkozó rendelet lehetővé teszi azt, hogy kellő mennyiségű jószágot lehessen földolgozni. Egy vágóponton éves átlagban heti 100 darab sertést, jót és kecskét, 20 darab szarvasmarhát, évente összesen, ez például Balonfinál 250 ezer darabot jelent, tehát néhány vágópont az el tudja látni az adott járások a lakosságát is és így ki lehet elégíteni az őstermelők, kistermelők igényeit is. Egyszerűsített szabályok, de megbízható szabályok teszik lehetővé a termékek piacsa jutását. És így az adott tára településre jellemző ételek, ízek is fönn tudnak maradni. Fontos hiányt pótolnak tehát a vágópontok, a kisfeldolgozók. Én néhány adatot én összegyűjtöttem, most és ezekből szeretnék idézni, 2002 és 2010 között Magyarországon. Az akkori kormányzat 265 vágóhidat záratott be. Ez egy rendkívül nagy szám, és mai napig hiányoznak a vidékből, a vidéki falvakból, a városokból, hiszen jól tudjuk, hogy minden nagyobb településen volt valamilyen vágóhíd, volt egy mini húsüzem, tejüzem, és még sorolhatnám tésztőüzemek. Ezek szinte teljesen eltűntek. Hamisan értelmezett Európai Unió szabályokkal, erőszakkal, hatósági eljárásokba záratták be, tették tönkre ezeket a vállalkozásokat, gyakran eredményesen működő vállalkozásokat éveken keresztül. Az volt a forgatókönyv, hogy jöttek hatósági emberek, hozták a Európai Uniós normákat, HCCP és a többi szabályokat, és mondták, hogy milyen beruházások kellenek, mit kell átalakítani, mi hova kerüljön, még néhány mosogatót, még néhány öltözőt kell betenni. Amikor a vállalkozó ezt megcsinálta, akkor utána egy fél évvel később kezdődött az egész előről. És utána gyakran több 10 millió forintos beruházás rákölt, és után dobták be a törőközőt a vállalkozók, és így kialakult Alakult az a helyzet, hogy ma egy megyébe egy-két-három húsvár dolgozónál alig ha van több. Ebből a szempontból egy változás a vágópontok támogatása. Mi egyszerűsítettük az előírásokat, megtaláltuk azt a megoldást, hogy az Európai Unió szabályokat úgy használjuk fel, hogy az a változások segítését jelentse ne a tönkretételüket, és ennek eredményeként ma újra elkezdtek növekedni ezek a kapacitások. Én bízom benne, hogy ez a folyamat nem fog megállni. És mutatja ezt, ez azt is, hogy másképpen kell tekintenünk az uniós előírásokra. Vannak ott lehetőségek arra, hogy egy-egy ország az érdekeit érvényesítse. Jó példa erre most az akác körül kibontakozott vita. Magyarország önálló állam, az unió nem mondhatja meg azt, hogy itt milyen fák nőjenek. Szükségünk van a akácfára, szükségünk van a mézre, és meg kell védenünk a magyar gazdák érdekeit. Több tízezer munkahelyet veszélyeztetnek ezek az elképzelések. Nem járhatunk úgy el, nem. Nem ülhetünk kézbetett, ölbetett kézzel, mint annak idején, amikor például a cukoriparnál az ország belement egy olyan reformban, amit el kellett volna kerülni. De a tejipar jelentős része ráment a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, jelentős része ráment arra, hogy szemlesütve megalkuvás jegyébe hajtották végre az előző kormány idején ezeket az előírásokat. Például tízezer hektár szőlőt vágtak ki, ennek a következménye az, hogy alig vagyunk borból önellátóak. Mi viszont visszatelepítjük ezeket a szőlőterületeket, és visszaépítjük azokat a feldolgozó kapacitásokat is húsfeldolgozásban is, amelyekre igenis szükség van. Mi nem rombolunk, hanem építünk. Ennek a vidékpolitikának a jegyében kerül most sor mai átadása, és ezt a vidékpolitikát a tárca részéről v. Zsolt államtitkár úr koordinálja, az ő elgondolásai ölt ezekben a fejlesztésekben, megélhetés nyújtva a magyar gazdáknak jó minőségű élelmiszert e, tudunk így az asztalra tenni. Én gratulálok e, a, a tulajdonosoknak, gratulálok ahhoz, hogy a vállalkozásuk erősödik ezáltal a fejlesztés által, és gratulálok államtitkár úrnak is, hogy az elképzelései azok valóra válnak, és ilyen és hasonló fejlesztéseket e, tudunk e, birtokba venni, tudunk átadni. Én bízom benne, hogy ezt a munkát április 6-át és is tudjuk majd folytatni. Bízom abban, hogy államtitkáró is megkapja itt szülőföldjén ehhez a megfelelő támogatást. Szívből gratulálok és jó munkát kívánok! Tisztelt miniszter úr, kedves szélesi család, elnök úr, a elnök úr, hölgyeim és uraim! Akár szándékolt volt, akár véletlen, de mégis csak jelképes ez a mai nap, hiszen március 21-e van a tavaszi napi egyenlőség napja, és mint ilyen a csillagászati tavasz kezdete, tehát különösen alkalmas megnyitóra, átadóra, valaminek a kezdetére. És különösen igaz ez a mezőgazdaság, a vidékfejlesztést illetően, hiszen a idén amúgy gyenge fagyokat követően, de mégiscsak felengedett a föld, dolgoznak a mezőkön az emberek, a gyümölcsösökben végzik a teendőiket, megélénkültek a piacok, így kedvünk is nagyobb van valami új vállalásra. Magyar nyelv az eléggé kifejező e tekintetben, hiszen magában a vállalás, vállalkozás szóban benne van az eredete, az eredeti értelme, hogy a vállunkra veszünk valamilyen kötelezettséget, terhet, vagy elfogadunk valamilyen megbízást, megbizatást, feladatot. Nos, hát a Vidékfejlesztési Minisztérium azt a kötelezettséget vette a vállára, hogy segíteni akarja azokat, akik vidéken élnek, és vidéken szeretnének megélni is. És ezért aztán akár a jogszabályi környezet alakításával, támogatási rendszerrel mi valami újba kezdtünk. Mégpedig abban, hogy nem elégítenek ki bennünket azok a mutatók, amik amúgy imponálóak, akár termés átlagokra vonatkozóra, vagy a GDP-re gyakorolt hatással, hanem szeretnénk azt is, ha nem csak ezekre az adatokra általában a gazdaság fejlődésére hatna a mezőgazdaság, hanem a vidékre is, a vidék életminőségének javítására, a vidéken való megmaradást segítenék. Mikor miniszter úr által említett rendelkezések hoztuk, hiszen mire kiírtuk ezt a pályázatot, arra megágyasztunk, megágyasztunk a jogszabályokkal, mikor a helyi termékeknek kinyitottuk a kapukat. Mikor az élelmiszer feldolgozásra vonatkozó szabályokat életszerűvé tettük. És ezért történhetett meg az, hogy amíg az előző kormányzat idején hasonló pályázatra kettő, azaz kettő pályázat érkezett, most 38. Azért, mert van értelme elkészíteni a beruházást. Holott meg kellett küzdeni azért még azt kell, hogy mondjam a kollégáinkkal is, mert hozták a régből itt maradt érveket. Például az első az volt, hogy minek vágóhidat építeni Magyarországon, vágópontokat, kétszer akkora a vágókapacitás ebben az országban. Igen, csak máshol. Ebben a megyében például kettő vágóhíd van. Tehát aki így gondolkozik, az letesz a helyi termékről. Nem lesz helyi termék. Ha 100 kilométert kell cipelni ide-oda az állatot, akkor nem lesz helyi termék. A, az érvek aztán sorakoztak például abban, hogy hát ez nem lesz gazdaságos, ez nem lehet gazdaságossá tenni, az ezt meg bízzuk rá a vállalkozóra. Ezért örülünk annak, hogy széleség nem csak megértették ezt a lehetőséget, hanem, hanem csatlakoztak is ehhez, velük lehet válvetve együttműködni, és hogyha körbe szeretnénk írni azt, hogy miféle agráriumot, miféle vezőgazdaságot szeret, hogy a csupán növénytermesztő agráriumból kilépjünk az egyre magasabb és magasabban feldolgozott termékek felé, állattartás és a feldolgozás felé, és aztán elmenve akár a turisztikai kapcsolódásokig, akkor azt mondjuk, hogy olyat, amilyet a szélesség csinálnak. Tehát, amit itt önök is látnak a környezetünkben, hogy a saját takarmány megtermelésén, túl állatot tartanak egész széles választékban. És most egy új fázisba lépnek, ez az az út, amit mi követendőnek tartunk, és a most induló vidékfejlesztési programban is támogatni fogunk. Hát én szívből gratulálok ehhez a beruházáshoz, és hát kívánom azt, hogy ebben az új beruházásban ne valami vállára vett terhet, hanem lehetőséget lássanak majd. Köszönöm szépen.